Sziasztok! Most ebben a videóban én a felülésről szeretnék nektek mutatni, pontosabban megosztani pár gondolatot, ugyanis az edzőtermek látogatói 90-95%-ban, hogyha hasizom gyakorlatról van szó, akkor szinte biztos, hogy erre gondol. Most, hogy ez nektek rögtön vizuálisan meglegyen, hogy mire gondolok, amikor leültök a földre, felhúzátok a térdeteket, belekapaszkodtok a tarkóba, leengeditek és felültök. Le és föl. Ez ugye az alapvető, egyszerű hasizó gyakorlat, amit mindenki ismer, és ugye ez nem biztos, hogy szerencsés ebben a formában, hogyha megcsináljátok, hogy miért nem szerencsés. Mert nagyon belemennénk a részletekbe, ugye maga a helyzetből adódóan egy roppant nagy ív, egy nyomás, egy görbület van a gerincetek alsó szakaszán, amit hogyha folyamatosan ismétlődően terheltek, elképzelhető, hogy meg fog fájdulni a hátatok, kellemetlen érzésetek lesz. Tehát ezért van az, hogy már nagyon sok helyen a felülést, mint alapvető felmérés típus, vagy legalábbis gyakorlat, azt már kivették, mert nem jó, de ugye ez a sajátosság, hogy nagyon sok helyen még mindig akár egy szintfelmérőn, vagy akár az általános iskolákban ezt erőltetik. És ha te például abba tartozol, pontosabban abba a kategóriába, akinek ez fáj, kellemetlen, és nem tud rendes hasizom gyakorlatokat csinálni, mutatok egy pici változással egy elviselhető, vagy kevésbé fájdalmas gyakorlat. Az egyik az, hogyha nincs semmilyen eszközöd, nincs semmilyen segítséged, ugye amikor leülsz, akkor a lábaidat próbáld meg is szépen felhúzni közel a fenekedhez. Picit hátrébb ülök, hogy ne csúszson a lábam, tehát hogy felhúzod a bokáidat, és innen, amikor ülsz le, akkor ugyanúgy tarkolod ezzel a kezed, lefekszel és fölkelsz. Alapvetően ugyanúgy van görbülete a hátadnak, de hiszitek vagy sem, a lábadok pozíciója miatt kevésbé lesz terhelő a hátadnak. A másik, most biztos van itt is a teremben, csak nem találom, vannak ezek a kis matracok, szivacsok, ez most nem az, amit a hátad alá be tudsz tenni, hogy egy kicsit megtartsa a gerincoszlopot, tehát nem lesz akkora nyomás rajta, pont azt a kellemetlen görbületet igyekezett segíteni, hogy kihagyd, és ezért nem tud megfájdulni a hátad. Az a következő képen néz ki, a feneked mögött leteszed a földre, ugyanúgy terpeszd van a lábad, és ugyanazt csinálod, hogy leengeded magad, alátámaszza a hátrat, most ezzel nyilván billeget, és ebből fel tudsz ülni. Tehát úgy, hogy leengeded magad, és ebből feljössz. Ez már egy olyan opció, amivel tudsz egy kicsit fájdalommentesen, de úgy nagy ismétléssel dolgozni, ha teszem azt, neked muszáj az elsőre fölkészülnöd, ez egy nagyon hasonló, de sokkal kíméletesebb módszer, amit bármikor be tudsz vetni, és ezáltal tudsz gyakorolni, hogy majd a szintfelmérő sikerüljön. És ha neked nem kell szintfelmérőre, és nincs semmilyen határidős feladat, amire neked javulnod kéne, akkor van egy ilyen, hogy labdás hasizom. Ezt már egyébként rehabilitációnál nagyon sokan használják, nagyon kíméletes a gerincre, és ezzel nyugodtan, szinte büntetlenül tudtok hasizmozni, anélkül, hogy bármilyen problémátok és fájdalmatok lenne, ugyanis a labdának a tulajdonságából adódóan nem fog fájni a hátatok, hogyha jól használjátok. Úgyhogy mutatom is, hogy néz neki. A labdára nem középre, hanem a labdának az első harmadára kell ráülnötök. Az nagy segítség, hogyha van egy ilyen kis bordásfal, ahova be tudjátok tenni a lábatokat alulra. Ha a bordásfalnak túl magasan van az alsó foka, nyugodtan lehet alá tárcsákat, csúlyokat betenni, hogy be tudjátok akasztani a lábfejeteket. Tehát ez úgy néz ki, ráütök a labdának az első szélére, beakasszátok a lábatokat, és innen ugyanúgy, mint amit a földön csinálnátok, kapaszkodtok, hátra leengeditek magatokat, és felültök. Tehát hátra leengeditek, felültök. Ha szeretnétek kicsit hosszabban dolgozni, bordásfalérintés, földérintés, bordásfal, földérintés, és attól függően, hogy hogyan játszotok a labdával, és hogy mi a célotok, tudjátok az alsó vagy a felső szakaszt nyilván az egész hosszát a hasizommal megdolgoztatni. Úgyhogy ha van rá módotok, keresetek egy ilyen labdát, szerintem sokkal barátságosabban és sokkal hatásosabban tudjátok a hasizmotokat megterhelni. Úgyhogy ha tetszett a videó és szeretnétek még hasonlókat látni, iratkozzatok föl, próbáljátok ki, aztán majd hozzászólásban írjátok meg, hogy hogy sikerült. Sziasztok!